Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy képernyő mentő programot, szeretnék bemutatni. Bár a Shutter nevű eszközt már bemutattam, ami nagyon-nagyon nagy tudású, de ennek van kettő darab olyan tulajdonsága, ami nagyon-nagyon szépen és jól használható, ha arra szükséged van. Az első körben beszéljünk arról, hogy hogyan kell egy képernyőt lementeni, a képét lementeni. Miért van erre szükség? Azért, hogy valakinek bemutasd, hogy meg tudd mutatni azt a részletet, ami éppen téged érdekel, vagy valami probléma van, vagy pedig természetesen alkalmatos arra, hogy valami leírásba egy-egy ablakot, egy-egy képrészletet be tudjál tenni. Az első, hogy bemutass egy hibát valakinek, ez az, ami erre nagyon alkalmas, egyéb lehetőségek mellett természetesen. Mi az, amiről mi beszélni fogunk? Hogyan kell egy képernyő képet menteni ezzel, és mit tud? Első gondolat természetesen, hogy a flameshot eszközt telepíteni kell. Úgy kell telepíteni, ahogy a te disztribúciódban megszokott, azaz, nyilvánvalóan beírod azokat a parancsokat, vagy elindítod a csomagkezelő eszközödet, grafikusat, és telepíted, majd elindítod az eszközt, azaz a flameshotot. Megjelenik egy kis ikonka itt, nézzük is meg, mit tud ez az eszköz. Első körben az információt megnézzük, nagyon szépen pár dolgot fel fog neked sorolni, kényelmes, első osztályú információt kapsz, hogy melyik gyorsbillentyű hova tartozik. Egyébként a leírást, ha elolvasod, rájössz, hogy nem túl bonyolult. Másik, be kell állítani. A beállítása iszonyat egyszerű. Miért? Mert első körben megadsz egy szín összeállítást, hogy milyen legyen a szín. A második az átlátszóságot állítja be, azaz mennyire legyen átlátszó az a terület, amelyet te le fogsz menteni, hiszen berajzolod a téglalapot, négyzetet, ami mentésre kerül, és az mennyire legyen átlátszó. Alapértékben hagyhatjuk. A következő természetesen az, hogy milyen eszközök jelenjenek meg. Egyértelmű, azt választod ki, amit szeretnél, az alsó kis gombocskával az összes megjelenik. Nyilván ismeretterzés céljából az összeset be fogjuk állítani, el fogjuk indítani, és aztán megnézzük, mit tud. A file név, amire meneti a képet, azt össze tudod állítani, gyakorlatilag akármit, időpontok, dátumok, óraszámok, egyebek. Én úgy gondolom, hogy a legkényelmesebb az, hogyha annyit teszel, hogy a dátum szerint nevezed el a lementendő fájt, és akkor biztos, hogy nem fogod te azt elkeverni, tudod, hogy mikor mentetted, és utána át tudod nevezni. A következő a general, na hát igazából mindenki azt várja, hogy itt valami nagyon nagy és sok beállítási lehetőség van, hát bizony van összesen 4. Jelenjen meg az elején egy kis help, egy kis szövegecske, hogy mi, hogyan és miképpen. Első alkalommal nézd meg, utána felejtsd el. Felesleges szerintem megjelenni annak a szövegnek. Hát jelenjen meg egy kiírás, amikor végzett, jelenjen vagy nem. Te tudod, mutassa az ikont a trébe az eszköztárak között. Természetesen mutassa, megtaláljam, és induljon el esetlegesen, automatikusan, igen vagy nem. Én ezt kiszoktam szedni, mert ő máshova írja be magát, hogy induljon. Én inkább úgy gondolom, hogy az autostartban a open box alatt kényelmes, egy helyen tudom indítani, nem fog más könyvtárokba belerakosgatni, de természetesen, aki más rendszert használ, nem open boxot, és nem szeretne saját maga kézzel indítani ezt, akkor az autostartba berakhatja, exportálhatod, importálhatod a beállításokat, valljuk be őszintén, a bonyolultsága a beállításoknak annyira bonyolult, hogy erről aztán én egy exportot nem csinálok, hiszen gyorsabban be tudom állítani, gyakorlatilag hagyom mindig az alapbeállításokon mindent, akkor bizony nem kell exportálni, importálni a beállításokat. Oké, ennyi volt a beállítás, nézzük is meg, mit tud, miért is érdemes ezt használni. Rákattintasz, és elsötétül a képernyőd. A következő dolog az, hogy körberajzolod azt a területet, ami számodra fontos, és megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. Ezek azok a kis ikonkák, ami
az alapbeállításban egy darab kivételével, ez a kis tűs eszköz kivételével mind be van állítva, azokat állítod be, ami számodra fontosak. Az első körben képernyőmentő eszköznél az a fontos, hogy bejelölt, hogy mi az, ami éppen neked kell, ezekkel tudod mozgatni, szépen be tudod állítani. A következő nyilván egy mentési folyamat, aminek a gombjai itt találhatóak, azaz később ki fogok rátérni, amiért én ezt szeretem. Egyrészt feliratozni tudok, másrészt természetesen fel tudom tölteni felhőbe, és azonnal el tudom küldeni a linkjét, a kép linkjét annak, akinek kell. Nem kell megcsinálni azt a folyamatot, hogy lementem a képet, feltöltöm a felhőbe, ott kapok egy linket, és azt majd szépen elküldöm, hanem azonnal gyorsan megoldódik az egész. Nézzük meg, bár szerintem fölösleges, de a tisztesség kedvéért, hogy melyik ikonka mit fog neked csinálni. Az első egy ceruza, ha neked ez a csíkok, vonalak vagy betűvastagság akármi nem tetszik, vékony, akkor középső egérgomb, az a görgető, rákattintasz, és itt oldalt lehet látni majd, hogy emelkednek a számok és vastagabb, vagy ha visszafele tekered a görgőt, akkor vékonyabbak lesznek a vonalak. A másik, ami fontos, megnyomod a jobb egérgombot, és kiválasztod azt a szint, ami neked fontos, vagy amivel te szeretnél irogatni. A másik egyenes vonal húzására alkalmatos eszköz. A harmadik, ami nagyon fontos, és nyilvánvalóan, hogyha hiba jelenséget, egyebet szeretnél valakinek elküldeni, vagy egy beállításnak a fő részét lefényképezett, és rá szeretném mutatni, hogy bizony erre légy szíves figyelni, akkor mi a nyilacska? A következő három egyértelmű tudsz téglalapot rajzolgatni, tudsz telített téglalapot rajzolgatni, vagy pedig tudsz kört vagy ellipszist rajzolgatni. Na, nem igazán azok, amik számunkra igazán izgalmasak, ez az a üres téglalap, amivel be tudod keretezni esetleg azt a információt, azt a szövegrészt, vagy azt a képrészt, ami fontos. A következő egy T-text, ide tudsz irogatni akármit, és aztán rajta is fog maradni. Szuper! A következő nagyon fontos dolog, első körben rákattintunk erre a kis pöttyökre, és húzunk egy vonalat, és lehet látni, hogy az adott színnel ilyen elhomályosító, titkosító jelzést fogsz kapni, azaz a kényes információkat ki tudod takarni. Azt hiszem egyértelmű a következő, ami mozgatja a keretet. Figyeljetek meg, a keretet mozgatom, amit le fog menteni, és nem jönnek vele a rajzok, a csíkok és a feliratok. Erre nagyon figyelj, azaz először be kell állítani véleményem szerint, hogy mit, mekkora területet fogunk levágni, és utána a rajzocskákat elhelyezni. A következő el és vissza, tehát vissza tudsz léptetni a elvégzett műveleteknél, el tudsz mindent tüntetni, praktikus. A következő a vágólapra másol, hogyha valamibe beszeretnéd illeszteni vágólapról a képet, ott meg tudod tenni. A következő egy kis floppy lemez, természetesen a mentést fogja szimbolizálni, le fogod menteni, látható a beállított fáj névvel fog elkészülni, a gondolat, hogy esetleg átírod, az már egy jó gondolat, esetleg oda akármit tudsz írni, nem mentettem le, és visszamegyünk ugyanide. A következő hát X, na hát az X mit jelent? Eltüntettük a keretet mentés nélkül. A következő felhőbe feltöltjük. Feltöltjük az Imgur nevű eszközbe, felhőbe, és rákattintunk, dolgozik, és mit látunk? Kapunk egy új panelt, és copy, másoljuk le azt az elérési utat, azt a webcímet, ami számunkra elkészült. Ezért szeretem, lementek egy képet, így copy, és küldhetem is a linket, és mindenki látja azt, amit én mutatni akarok, nincs vele semmi dolog, semmi egyéb. Nyilvánvalóan meg tudod nézni a feltöltött képet, le tudod törölni a feltöltött képet, és az image-et, tehát ezt a képet, amit te oda elküldtél, rámásolod a vágólapra. Az első a címét, a második természetesen
a képet fogja a vágólapra biggyeszteni, erre nagyon figyelj. Rajzoljuk be megint, hiszen az előbbit eltüntettük. Egy dolgot szeretnék mutatni, ha ilyet csinálsz, akkor körbe rakja, ha hosszabbat csinálsz, akkor alatta jelenik meg, azaz elég intelligensen elhelyezgeti a dolgokat. A következő ikon egy érdekes és praktikus ikonka, rákattintasz, és ki tudod választani azt a programot, amivel ezt a képet szeretnéd szerkeszteni. Azzal a programmal megnyitja a képet, és te szerkeszgetheted is. Természetesen meg tudsz adni más programot is, hogyha szeretnél. Én az Inkscape-tel nyitom meg a lementett fájt. Miért? Mert az nagyon alkalmatos, hiszen egy vektorgrafikus rajzprogram, arra, hogy feliratozzak, bejelöljek, ráírogassak, meg ilyen kis köröket, pöttyöket, egyebeket rakosgassak rá, azaz mindenki azt használ, amit akar. A következő egy érdekes ikon, és ezt nagyon szeretem, rákattintasz, és eltűnik a kijelölés, de maga az image, a kép rajta lesz a felületen. Azaz ide-oda tudod húzkodni. Ez akkor praktikus, amikor én live, tehát élő előadást tartok egy témáról, ezen a monitoron lehet látni azt, amit mutatni akarok, de a másik monitorról mondjuk egy program részletet, vagy egy ikont, vagy akármit szeretnék áthozni, de magát a programot nem akarom áthozni ide, és akkor kivágom, idehozom, és itt van. A másik akkor alkalmas, ez nagyon-nagyon kényelmes módon, hogyha valamit írogatok, és szeretném azt, hogy a írás, azaz a lapom felett legyen a kép. Miért? Mert hogyha fogsz egy kép manipuláló vagy kép megjelenítő programot, megnyitod ezt az image-et, és megnyitod a LibreOffice-t mondjuk, akkor rögtön a LibreOffice lesz felül. De ahogy látod, itt nem. Itt nem, a kép lebeg a legfelső rétegen, hogy így mondjam, és akkor, hogyha erről valami információt szeretnéd leírogatni, hogy 8:12-kor készült, meg szombaton, meg 18-án, meg akármi, akkor azt meg tudom tenni, és amikor erre az image-re már nincs szükség ilyen lebegő image-ként, akkor nincs más, mint megkeresed itt azt, hogy flameshot, rákattintasz, és bezárod, és el is fog tűnni. Azaz, összefoglalva, önmagában ez egy egyszerű képmentő program. Én azért szeretem ezt a programocskát, mert három olyan dolog bele van építve, ami nekem alapból kell. Természetesen a nyilacska készítés, tehát elhomályosítás, rajzocska, feliratozás gyorsan megy, egyszerűen megy benne. Ez egy kényelmi dolog, hiszen ha egy képet készítünk, és ki szeretném emelni, vagy éppen el akarok tüntetni valamit róla, akkor azt natúr ebbe a programban meg tudom tenni. A másik az, hogy azonnal fel tudom tuszkolni az internetre, és a webcímet elküldeni, és mindenki örül, hogy látja azt az adott képet. A harmadik természetesen a lebegő ablakocska, ami mindig felül van, és fölé kerül, mondjuk ahogy az előbb mutattam az írásnak, és akkor kényelmesen tudom nézni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek azt ajánlom, hogy próbálja ki ezt az eszközt. Kényelmesen használható, gyors, és tudja azt, amit úgy általában kell. Köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó Linuxozást kívánok. Sziasztok!